Július 2-án egyhangú szavazással az országgyűlési jegyzőjévé választották Vinnai Győzőt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjét többek között újabb titulusáról is kérdeztük. Már több éve úgy van, hogy nyáron, általában nyár végéig, a ülésszak végéig fogadja el a parlament a költségvetést, mert korábban úgy volt, hogy ez december 15-e és 20-a között. És szerintem így jobban tervezhető a költségvetés, és mi azt mondjuk a mostani költségvetésre, tehát a 2019-esre, hogy a biztonságos növekedés költségvetése, tehát biztonságban akarjuk tudni az ország pénzügyeit. Alapvető cél, hogy a hiánycélt tartani kell, a 3% alatti, ami a Maastrichti kritérium. Természetesen évek óta csökken az államadósság, ez most így lesz a 2019-es költségvetésben is, és alapvetően az államadósság csökkenése, mert meg a hiánycél, mert gazdasági növekedéssel számolunk. A kormány 4,1%-os nemzeti jövedelem, vagy GDP, ahogy szokták mondani, növekedéssel számol, ami az egyik legjobb az Európai Unióban, az uniós átlagot meghaladja. Na most természetesen egy költségvetésnél mindig a bevételek és a kiadások határozzák meg a fő irányát, mivel az adóbevételek jól teljesítenek úgy is, hogy adócsökkentések voltak, mert a társasági adó 9%-os, a személyi jövedelemadó 16%-os. Itt alapvető érdemi változás nincs, de a szociális és az egészségügyi hozzájárulásra szintén tervezünk egy kis csökkenést. Ez most volt csökkenés 2018-ra is, és úgy gondoljuk, hogy csökkenteni kell a vállalkozások, a gazdaság élet szereplőinek terheit, mert akkor, hogyha csökkennek ezek a terhek, akkor fehéredik a gazdaság, és egyre több bevétel származik, akár a jövedéki adóból, akár a társasági adóból, akár más adófajtákból. Mivel 2018 a családok éve, és jövőre is szeretnénk ezt az ütemet tartani, ezért a családi adókedvezmények is növekednek. Például jövőre egy kétgyermekes családnál havonta már 40 000 forint vehető igénybe családi adókedvezményként. Ez 500 000 forint éves szinten, hogyha jól számolok, vagy közel 500 000 forint, ami szintén a gyermekek nevelését segít elő. De ami a konkrét kérdését illeti, hogy milyen területek nyertesei a költségvetésnek, az önkormányzati világ, 200 milliárddal több jut. Én azt gondolom, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is a településeknek, a falvaknak, a városoknak biztonságosan kell működni. Tehát a működési költségeket a költségvetés fedezi. Emellett fejlesztési források is rendelkezésre állnak, ezek egyrészt vagy topos források, uniós források, vagy vidékfejlesztési VP-s, úgynevezett vidékfejlesztési pályázatok forrásai. Itt az önkormányzatok pályázhatnak, illetve vannak hazai források. A belügyminisztérium egyik pályázatát hadd említsem meg, amely az önkormányzatok számára elérhető, például belterületi önkormányzati kezelési utak fejlesztése, egy 15 millió forintra pályázhat a legkisebb település is ebből a megyéből, sőt, hát országosan, és sok nyertese van ennek. Ezért a belügyminisztérium költségvetése, a rendvédelmi feladatok, az önkormányzati terület nyertese több jut ezekre a területekre. Több jut egészségügyre. 101 milliárd forinttal globálisan. Itt alapvetően a házi orvosi ellátási rendszert erősítjük, vagy mondjuk úgy, hogy az alapellátást, és természetesen a járóbeteg szakellátást és a kórházi fejlesztések is benne vannak. Ugye a hírek szólnak arról, hogy Budapesten mindenképpen építeni kell egy kórházat. Ennek a tervezése, tervei, kivitelezési költségei, előkészülete, inkább így mondanám 19-re, mert pontosan azt nem látom át én magam, mint képviselő, de még talán az illetékesek is, hogy mikor indulhatnak ezek a fejlesztések, de a tervek megvannak. Több jut oktatásra. Bár oktatásra szerényebben jut több, mint egy 15,4 milliárd forint, de azt látni kell, hogy a fenntartói váltással, hogy a klikkekhez kerültek az iskolák a működésbe, 2013-ban még lehettek problémák, de 2017-ben, 2018-ban már stabil működés volt. Sőt, azt tudom elmondani, mint egyéni országgyűlési képviselő, hogy a választókerületem iskolái közül szinte kivétel nélkül mind kapott egy 10 és 40 millió forintos úgynevezett tankerületi fejlesztést. Tehát nem pályázatból, nem hazai forrásból, nem máshonnan, nem EFOP-os pályázatból, hanem úgymond a fenntartói bázisból, akár tető
javításra, mosdóhelységek kialakítására, vagy felújítására, és így tovább, és így tovább. Ezek tudom kisebb fejlesztések, de nagyon fontosak az iskolák, óvodák. Hát főleg az iskolák számára, mert az óvodák és a bölcsödék, azok önkormányzati fenntartásban vannak. De ha Nyíregyházára gondolok, hogy mennyi bölcsöde és óvoda megújul, akár topos pályázatból, megyeszékhelyi topos pályázatból, vagy éppen fenntartói segítséggel, vagy éppen önkormányzati segítséggel, akkor ez komoly előrelépés. Mert a szülők nem azt nézik, hogy miből újult meg az óvoda, milyen forrásból, hanem hogy megújul-e ott a körülmények, az infrastruktúrális körülmények, szakmai körülmények milyenek. Emellett ki kell még emelnem egy területet, mert a biztonságról beszéltünk, a honvédelem területét, hiszen Magyarország vállalta azt, hogy a 2026-os Zrínyi katonai programból, hogy fokozatosan emelve néhány év múlva eléri a GDP 2%-át a honvédelmi költségvetés. Éppen ez mintegy 150 milliárddal több jut most honvédelmi kiadásra, már mint 2019-ben, és ez emelkedni fog 2020-ra is, hogy a vállalt kötelezettségünket, amit a NATO csúcson is megerősített a magyar miniszterelnök, el tudjuk érni. Ez azt jelenti, hogy a határvédelem is erős lesz a hadsereg technikai felszereltsége, vagy erősebb, mint volt, mert attól függ, mit nevezünk erősnek. Tehát jobban tudunk előrelépni szállítójárművekben, fegyvernemekben, és természetesen a katonák fizetésére is futja ebből a költségvetésből. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy a 2019-es költségvetés egy megalapozott költségvetés. Múlt pénteken a parlament megszavazta a zárószavazáson, tehát a kormánypártok közül mindenki megszavazta, és én úgy gondolom, hogy Magyarország gazdasági teljesítménye kiemelkedően jó, 18-ban is várhatóan 19-ben, ez pedig megalapozza a biztonságos növekedésre épülő költségvetés. Ugye egy másik aktuális kérdés még a kafetéria rendszer, ezt is érintette most a módosítás. Hogyan érinti a munkavállalókat ez a módosítás? A kafetériánál, otthonápolásnál bizonyos viták vannak. Én azt tudom mondani, mint aki nem szakértője vagy ennek a területnek, hogy egy további tárgyalásokra van szükség. A kafetériánál viszont az az elv, amit a pénzügyminisztérium mond, hogy egy picit szűkíteni akarjuk a felhasználást, hogy ezáltal a turisztikát fejleszti, ugye a kereskedelmi éttermi szolgáltatásokat, a szállodai szolgáltatásokat, a szép kártyánál ugyanúgy igénybe vehető, tehát célzottan akarja Magyarország a turisztikát fejleszteni, hiszen minden, majdnem azt mondom, hogy minden tizedik munkahely itt van, nagyon dinamikusan fejlődik az elmúlt években a magyarországi turisztika, és ez a magyar nemzetgazdaságban meghatározó, és tovább szeretnénk fejleszteni. Tehát az, hogy most itt szűkítés van, hogy milyen formában lehet felhasználni, hogy hány területen lehet felhasználni a kafetériát, ez viták forrása, de a költségvetésben ez van, hogy szép kártyára maximálisan ugyanúgy felhasználható, és tudjuk, hogy ezt a munkaadók adják az embereknek. Az összege nem csökken, ez a kormányzati kommunikáció, ezt én magam is elfogadtam. Természetesen erről lehet vitatkozni, de a költségvetést ilyen formában fogadtuk el. Július 2-ától ön lett az országgyűlés jegyzője. Milyen feladatokat jelent ez? Először is szeretném megköszönni a frakciónak, hogy jelölt, és majd a parlamentnek pedig, hogy egyhangúan 162 szavazattal megválasztottak. Ennyien voltak benne a teremben, tehát ez nem azt jelenti, hogy valakik ellene szavaztak volna, vagy tartózkodtak volna, de azt jelenti, hogy az országgyűlés jegyzői minimum 12-en vannak, hiszen 6 levezető elnöke van a parlamentnek, ugye van egy házelnök, Kövér László, és van 5 alelnök, akik vezethetik az ülést, tehát így 6-an vannak, és mindig a pulpituson 2 jegyző ül fönn az ülés vezetés segítésére, egy kormánypárti és egy ellenzéki, tehát így logikus kiszámolnunk, hogy 12 jegyzőnek legalább lenni kell. Most jelen pillanatban, ha jól tudom, 14-en vagyunk, mert egy-egy tartalék van ellenzék és kormánypárti oldalról is, és hát a frakció úgy gondolta, megüresedett egy jegyzői hely a kormánypártok oldalán, hogy alkalmas lehetek ennek a feladatnak az ellátására. Én ezt tisztelettel elfogadtam, ezt a jelölést, köszönöm, hogy egyhangúan támogattak, és megpróbálok tudásom szerint alázattal ellátni ezt a feladatot. Hát mi is ez a feladat az országgyűlés jegyzőjeként? Egyrészt a plenáris üléseken kell az ülésvezetésben segíteni az elnöklő házelnököt vagy alelnököt. Az ülés rendjét fönn kell tartani, tehát ha bármilyen
hogy mondjam, performance, vagy bármilyen rendbontás van az ülésteremben, akkor a jegyzőknek kötelességük segíteni a rend helyreállításában. Emellett a jegyzőkönyvek hitelesítése, a szó szerinti jegyzőkönyv, mert ez néha vitatják a képviselők, hogy így hangzott el, úgy hangzott el, gyorsírók vannak a parlamentben, akár felvételeket is visszanézhet a jegyző, videófelvételeket, kamera által rögzített felvételeket, hogy úgy történt-e a dolog, és utána hitelesíti szó szerinti jegyzőkönyvet. Nagyon lényeges, hogy a nyílt szavazásoknál, amikor gombbal szavaznak a képviselők, ha valaki kétségbe vonja a szavazás eredményességét, akkor a jegyzők ezt megvizsgálják. A titkos szavazásoknál van ilyen titkos szavazás, alkotmánybírót választunk, köztársasági elnököt választunk, és így tovább, akkor a jegyzők biztosítják a törvényességet, a szavazatszámláló bizottság is a jegyzőkből kerül ki, illetve a titkos szavazásnál, mert a parlament folyosóján történik, megfelelő módon csak képviselők léphetnek be oda, az urnáknál a jegyzők vigyázzák a törvényességet. Ezek a legfontosabb feladatok, illetve a felszólalásoknál van olyan, hogy írásban bejelentett felszólaló, az rendben van, azt rögzíti a gép, de aki gombbal kér szót, tehát benne az ülésterembe, azt is a jegyzőknél kell, a soros jegyzőnél kell ezt megtenni. Tehát valójában én azt gondolom, egy olyan országgyűlési tisztségviselő, aki az ülést vezető elnök munkáját segíti, és a törvényességet tartja fönn, hitelesít, illetve még egy fontos dolgot elfelejtettem, hogy a jegyzők, ha a pulpituson, a szónoki emelvényen, vagy a ház elnöki emelvényen, amikor megszólalnak, azt a házelnök, vagy az üléslevezető elnök kérésére teszik, átiratokat olvasnak föl, például a köztársaság elnökére, a miniszterelnöknek, vagy a parlament elnökének, határozatokat olvasnak föl, és nagyon fontos, hogyha valaki leteszi az esküt, képviselői mandátum, Magyar Nemzeti Bank mandátuma, alkotmánybírói mandátum, akkor a soros jegyzők közül az egyik olvassa föl az eskü szövegét. Pontosabban előolvassa az eskü szövegét, és ezt kell az eskütevőnek megismételnie.